A Topolyai Népkönyvtár és az önkormányzat ismét meghirdette a pályázatot, mégpedig a Topolyai részletekben lakozik, és a Topolya arcai című pályázatot. Mennyien jelentkeztek, és meddig lehet még érdeklődni? 6. alkalommal hirdettük meg a fotópályázatot, és úgy gondoltuk, hogy 6. alkalommal viszünk egy kis csavart a pályázati kiírásba, és a már meglévő pályázat mellett hirdettünk egy ilyen altémát, vagy alkategóriát, hogy Topolya arcai, és hát ez nyilvánvaló, hogy mit akar, hogy tulajdonképpen ugye a várost nem csak az épületei, a környezete teszi azzá, ami, hanem az emberek is, akik itt élnek. Tehát azt szerettük volna, hogy akik már kinőtték, vagy ráuntak az eddigi témára, azok valami újjal is próbálkozzanak, hiszen már eddig is voltak ilyen félénk próbálkozások, sőt díjazott alkotás is volt, ahol éppen topolyai emberek jelentek meg a képeken. És úgy, hogy az idén tulajdonképpen ebbe a két kategóriában versenyezhetnek majd a résztvevők. Tehát még nagyobbak a lehetőségek, és mekkora az érdeklődés? Hát az érdeklődés az minden évben nagy, de azt is tudjuk, hogy a munkák 90%-a az utolsó két napba fog beérkezni, tehát továbbra is várjuk a pályaműveket, és utána szokás szerint a topolyai napok keretében fogjuk majd megnyitni a fotókiállítást, illetve átadni a díjakat. És aki még most kapcsolódnak be, annak mit kell tudni erről a pályázatról? Hát, aki most kapcsolódna be, az annak remélem, hogy már vannak kész fotói, és azt fogja benyújtani. Egyébként CD-n vagy DVD-n kérjük jó minőségű, nagy felbontású képeket, mégpedig maximum 5 fotót. Azért, hát ez a maximum, ez olyan, hogy az se jó, hogyha valaki csak 2 képpel pályázik, mert az elmúlt évek tapasztalata az bizonyította, hogy aki kevesebb, mint 5 fotóval pályázik, az általában csak úgy megy és vakon kattingat, és abból úgy gondolja, hogy ő most ebbe pillanatban elkezd fotózni, és általában ezek nem szoktak annyira sikeres képek lenni, hanem megvannak már ugye azok a pályázók, illetve nyilván azok között is vannak olyan, akik eddig még nem pályáztak, akik már évek óta ezt csinálják, és ilyenkor szinte már készülnek is erre a versenyre. Augusztus 12-ig lehet jelentkezni az önkormányzat és a Topolyai Népkönyvtár által kiírt fotópályázatra. A Topolyai Népkönyvtár padlástermében augusztus 4-e és 8-a között zajlott a nyári tábor. Mi is ott jártunk.
Námeszkoszki Tímea, a csoportvezető itt fönt a Topolyai Népkönyvtárban. Mi történik itt most? Ismét sort került a könyvtárnak a nyári táborára, és ahogy láthatják, rengeteg gyerkőcünk van, 40 körül mozog a számuk, 7 és 12 éves kor között vannak ők, és hát mindenféle érdekességet próbálunk nekik megmutatni, megtanítani. Hogy múltak el ezek a napok, vagy hogy múlnak? Zajosan, de nagyon nagy érdeklődés van, nagyon szeretik, amit csinálunk. Gumikarkötőket készítettünk ezekből a kis szilikongumikból. Ma is karkötőt készítettünk, ugyanis azt láttuk, hogy ez a nyárnak egy ilyen kedves ékszere. Makraméfonást tanultattunk nekik, de igyekeztünk a papír mellett más anyagokat is ugye bevonni. Ma tésztából fogunk pufis képet készíteni, amit a mikróban kell majd kisütni. És mit gondol a csoportvezető, mire tanítja meg a gyermekeket ez a tábor? Mindenek előtt lekötik magukat egy kicsit, és azt látjuk, hogy tehát minden nap elteltével a gyerekek másnap azzal jönnek vissza, hogy ezt is megpróbálták otthon, azt is kipróbálták otthon. Tehát egy kicsit leköti őket, és élményekkel gazdagodnak, új barátságokat is kötnek, és élvezik, jól érzik magukat. És az utolsó napon mit fognak cselekedni? Valószínűleg névtáblát fogunk készíteni a szobácskájukra, illetve zsírkrétaképet fogunk készíteni. Egy bemutatkozást kérek, és mi készül itt ebben a táborban? Én Csincsákvirág vagyok, és ebben a táborban sokat kézműveskedünk. Most éppen festünk papírtálcára, és ezt majd én ki fogom rakni a szobám ajtajára, és csináltunk ilyen kis szörnyecskét is tegnap. Ez a kedvenc munkám, így beszél. meg máma csináltunk még karkötőt is, ilyent, meg sok mindent csináltunk, festünk, és a nap végén még játszunk is. Én Csincsák Viola vagyok, és szerintem ez a tábor jobb, mint a többi. Miért jobb, mit gondolsz? Azért, mert itt sokat kézműveskedünk, meg minden. És amit most készítettél, ez nagyon absztrakt, nagyon érdekes. Nehéz volt elkészíteni? Nem, könnyű volt, csak összenyomkodok, színeket is kész. Én Francia Flávia vagyok, harmadszorra vagyok ebben a táborban, és én úgy gondolom, hogy egész végig fogok jönni, ameddig csak tudok. Ez kedvenc munkám, mivel én nagyon szeretek sütit csinálni, mézes kalácsot díszíteni, és úgy látom, hogy ez is jól sikerült. És ez miből készült? Festékből, ételfestékből, lisztből, vízből szerintem. Biztos van benne egy kis sütőpor, és ezután ez hova fog kerülni? Ott van a mikrohullámos sütő, és abba betesszük, és akkor majd ilyen szép mintát fogunk kapni. Kubik Dóra vagyok, most vagyok először ebben a táborban, de nagyon tetszik, szerintem jövőre is fogok jönni, ha még lesz, de szerintem lesz, és nagyon tetszik, jók a munkák, meg könnyűek elkészíteni. És melyik a kedvenc munkád? Hát az a szörnyecske, csak most csak azt még tegnap csináltuk, és most nincs itt nálam. Aztán még tetszik ez is, amit most csinálunk a festékkel, még díszítem, még nincs kész, de szerintem eddig jó. Negrity Alexa vagyok, először vagyok itt, és nekem nagyon tetszik a tábor, mert szeretek rajzolni, meg ilyen kézműves dolgokat csinálni. És mit készítettél most? Hát ez ilyen festéket, absztrakt műveket csinálunk belőle, és utána mikróba megy, és egy főpuffad. Én nekem a színezés tetszik ebbe a táborba. És most mit készítettetek? Hát csináltunk karkötőt, akkor gumiból is csináltunk ilyen karkötőt, azt tegnap készítettük. Egyébként sűrűn jársz táborba? Igen. Szeretsz rajzolni ezek szerint? Igen.
És mutatkozzál be? Kovács Lajos. Az én nevem Mihajlo Dzsoganovics. És ezeket a figurákat ilyen kis gumikból készítettem. Ez mondjuk például egy bagoly. Ez pedig a Gru rajzfilmből egy ilyen valami kis izéke, ami sárga kellene, hogy legyen, na de most ilyen. Ez pedig másik bagoly, és itt a papagáj, amelyik tud állni is. És az asztalon mi van? Az asztalon pedig van egy ilyen valami modell, vagy hogy mondjam, amit csináltunk ilyen sütőporos festékből, és rajzoltunk azzal. Azzal rajzoltunk. De nagy szakértelemmel beszélsz ezekről a dolgokról. Rajzoltál otthon is már különben? Igen, igen, otthon is rajzolok ilyeneket, még ilyeneket csinálok, de nem sokszor csinálok. Amikor csinálom, akkor inkább ilyen nagyobbat csinálok, és akkor sok ideig nem csinálom. Egyébként állandó táborlátogató vagy? Hát nem mindig jövök, szóval 7 éves voltam, amikor utoljára jöttem. És akkor most jöttem mégint. Azért, mert azóta nem voltam egyszer se, és akkor most jöttem. Ezóta nem, addig nem voltam. Sziasztok, Emma vagyok. Mit készítesz most, és miért tetszik? Hát csinálunk egy képet, amit tésztával kell megrajzolni, és be kell tenni a mikróba ott, és akkor meg fog száradni, és otthon kibírjuk tenni. És nagyon tetszik. Több táborban voltál már itt Topolyán, hisz nem topolyai vagy? Több táborban. Például a tájház táborban, meg ebbe a táborba, meg a Batyú táborba is voltam. Hát, azt hiszem, hogy ennyi. Egy szóval, mit tanulsz te meg itt? Hát, készíteni ilyen kézi munkákat. Kérdez,
to be.